look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays, little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Sziasztok, üdvözlet titeket, Sanya vagyok, ez itt egy újabb snapshot. Nézzük meg, hogy melyik, a 15V36 hatodik heti, és nézzük meg, hogy milyen változások voltak ezen a héten. Változtattak azon a tartalmon, hogy milyen chestplate-ek vannak, milyen erősségűek, ezen kicsit javítottak, illetve mivel javítottak magán a ruhán is, ezért javítottak azon is, hogy hogyan lehet ezeket enchantolni. Tehát az enchantolásában hozzá viszonyultak a változáshoz. Bekerült egy ilyen armor stand is, amire lehet pakolgatni a ruhákat. Igen, és most én szerintem átmegyek normálba, és akkor Enderman. Az Enderman is megváltozott egy kicsit, mert kicsit agresszívebb lett. Nyomunk is egy T. Azt mondja, hogy egy helyett nulla. Elméletileg már úgy, hogy közelébe megyünk, már támadni szokott. Agresszívebben jön elméletileg, ez meg lehet változtatva, hogy sokkal brutálisabb támadásai vannak. Tehát jön ránk fele, mint az állat, tehát hiába csapkodjuk, a kard az nekünk fel kell, hogy töltődjön, és nem fog azáltal feltöltődni, mert sűrűn csapkodjuk, és akkor ő erősebbet üt. Tehát ezen változtattak, sokkal agresszívebb lett maga az Enderman. De ahogy láthattuk, a armor eléggé jól bírta, tehát ezen változtattak egy kicsit, hogy erősebb legyen. Jó, a Minecraftban változott, vagyis jó lenne, ha lenne egy lift, és ezt már be is hozták, hogy hogy is lehet ezt kivitelezni. Volt egy létránk is, felfele másztunk, nyomtuk a előrefele gombot, és akkor felmásztunk a létrán. Most behoztak egy olyan liftet, amit egy falusi vezérel, hogy én most rámegyek, és elengedtem a gombot. Ő szépen ráálltam a vállára, és felhoz engem a felső szintre. Én most teljesen elengedtem a billentyűzetet, és utána szépen le is megy. Tehát ez nekünk egy tökéletes lift megoldás. Nem tudom, hogy benne fogja maradni, mert ez így kicsit OP dolog, hogy megfogja a falusi is, felvisz engem. Semmi erőlködés nélkül, ő a lift kezelő, viszlát. Illetve, hogy ne csak felfele mozogjunk, ebbe van egy olyan, hogy mi gyorsan egyik irányból a másik irányba vezessünk. Ja, igen, ezt nem változtattam vissza. Gyorsan egyik irányból a másikba tudjunk menni. Ha van nekünk egy olyan, hogy leszpondoltatunk pár darab állatot, az szépen lögdösni fog minket. Most itt van, nem tudom hány tehén, és látszik, hogy oda megyek közel, és ellök. Mivel most jégen vagyok, csúszok. Tehát be lehet vezetni egy olyan viszintes, gyorsabb fuvart, mint a sineknél lennének. Sineknél vannak. Csak egy pár mobot, barátságos mobot le kell spawnoltatni, mint például itt a tehenet. Itt látszik, én már párat leszpónoltattam. Így csak szépen ideállok. Na, ráállok ide. Leesek. Hátra jövök a tehenekhez, és kilőnek szépen. Úgyhogy elég messzire ellöknek, ha olyan fázisba megyek nekik, hogy olyan fázisban nekik megyek, hogy elütnek. De minél többen vannak, leszpónoltatok rengeteget, akkor akár már oda a szélső végéig is el tudnak tolni engem. Ha itt végigraknám valami kisebb blokkal, ami mellett még elférek, akkor meg lehetne azt oldani, hogy akár egy ilyen
hosszabb útvonalon, kereszteződésekkel megoldva elmehetnék hosszabb távra is, és mondom, sokkal gyorsabb, mint maga a sín. Még többet leszpónoltatnék, csak akkor egy kicsit elkezdene laggolni, már 230 ezeret néztem az egyik videósnál, 230 ezeret spónoltatott le, és teljesen, hát végül is a műsor ér mindent. Igen, megfelelő ütembe kell neki menni, és akkor onnantól elszpónoltatni. De egyszerűbben meg is mutathatnám egy mondjuk egy bárányjal, mert most nem, mert tehenek vannak ott. Mondjuk rakjunk még ide blokkot, hogy ne tudjunk arrébb menni. Bárányt leszpónoltatjuk, és el is tűnt. Olyan gyorsan kilövitte a dolgokat, hogy bárányrakéta, ez az. Így jobban látszik a dolog. És ha bekapcsolom a másik végét, itt van a sok bárány, amit ide lőttem, bekapcsolom a másik végét, akkor szépen itt sorban még arra fel is kilőni őket. Igen, egy kicsit el is lopta arra, mert van már pár leszpónoltatva. Na, nem is akarom tovább húzni, csak ez egy kis érdekes dolog, hogy így egy vízszintes utazást, illetve egy függőleges utazást végig lehet hajtani most már ettől a snapshottól. Hát természetesen változások még jöhetnek, hogy most benne marad ez, vagy túl OP-nek találják és ezt kiszedik. Ezt a bárány ágyút. Mindegy, hogy milyen ágyú amúgy. Illetve ezt a villager liftet. Na, ennyi lett volna ez a rövid snapshot, csak ez olyan vicces volt, hogy mondom, muszáj vagyok felvenni. Természetesen megint javítottak bugokat. Elméletileg, ha még gyorsan mi megnézzük, a térképet javították, amit valamelyik részben bemutattam, hogyha kezembe veszem, akkor nem töltődik felfele. Na, erre még kíváncsi vagyok, még ezt nem is néztem meg. Azt, itt a térkép. Van még papír. Van még papír, ezt felnagyítom. És elméletileg, ha ezt átvettem a bal kezembe, akkor nem frissítette magát. Igen, és akkor kiavították ezt a bugot. Bugot, amit valamelyik snapshotban mondtam, hogy nem frissül a kézbe. Úgyhogy befogadták a tanácsot, hogy ezt javítsák ki. Ez sikerült. Jó, most már tényleg köszönöm szépen a figyelmet. És akkor a liftekkel búcsúzva találkozunk a jövő héten, ha jön ki újabb snapshot. Addig is, sziasztok!